Kedves nézőink, a Tea Glóriával 10 éve alatt számos művész vendégünk volt, és nekünk nagy megtiszteltetés, hogy elfogadták meghívásunkat. És számos olyan művész vendég van, aki visszatér, és sok-sok érdekességgel, újdonsággal, vagy éppen csodálatos dalokkal örvendeztet meg minket. Ilyen nagyon-nagyon kedves visszatérő vendég, Ötvös Csilla művésznő, akinek nagyon örülök, hogy el tudtál jönni erre a jubileumi adásra is, hiszen mi szeretettel vagyunk egymás iránt, és természetesen, ahogy mondtam, nagy tisztelettel a művészeted iránt. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a szép kerek évfordulót itt tölthetem veled, és tényleg, ahogy mondod, tulajdonképpen a 10 év alatt az egész pályámat föl tudtam vonultatni itt ebben a Tea Glóriában, ahol finomakat teáztunk, de közben el tudtam mesélni azt a sok-sok élményt, ami ért, azt a sok-sok lehetőséget, amivel itt fölléphettünk, sőt, ahogy mondani szokták, még a családomat is tudtam hozni, most itt a családot úgy értem, hogy a növendékeimet. Mert mindig volt arra alkalom, hogy a díjazott növendékek megjelenjenek és itt produkáljanak. Így van. Az az igazság, hogy mi ki is mentünk, hiszen volt, amikor a templomi koncerteteket karácsonykor rögzítettük, tehát nem csak a te művészetet, hanem a tanári munkásságad is be tudtuk mutatni, hiszen a Weinel Leo konzervatórium tanára is vagy egyben, és bizony nagyon örülök, hogy amit te tudsz, azt átadod az ifjúságnak. De annak is nagyon örülök, ha hírt adhattunk, hogy mikor, hol lesz fellépése Csillának. Számos olyan dologról például, amikor megkaptad az Osváth Júlia díjat, milyen jó érzés volt, hogy hozzánk jöttél először. És emlékszem, milyen szép felvételt csináltatok a 40 éves jubileumomról? Bizony, hát az pedig tényleg egy olyan kerek összefoglaló, amit mi 10 év alatt próbálunk, az bizony ott a színpadon 2,5 óra vagy 3 óra alatt volt vendégekkel együtt. Tényleg nagyon-nagyon nagy élmény volt. Egy kicsit nézzünk bele a fényképalbumunkba. Hiszem, hogy itt a képeket elnézegetve tényleg már a barátságunk jön ki, az a sok kis butaság, marháskodás, vagy akár a szilveszteri bolondozás. Emlékszel, mikor részeges számot énekeltünk együtt? Nagyon-nagyon jól szórakoztunk mi is. Hányféle ruhádat csodálhattuk meg mindezek alatt? Igen, ez egy kis problémát jelent, hogy sokszor vagyok, akkor mindig kell valami újat produkálni. Ma úgy gondoltam, hogy nem fogok eljönni, mert már nem volt mit fölvennem. Jaj, na ettől féltem, hogy Ötvös Csillának nem lesz még egy gyönyörű ruhája, és én nagyon örülök. Összeöltöztünk. Mintha megbeszéltük volna, de hát a fehér a tisztaság színe, az öröm színe, és az az igazság, hogy most mi készültünk meglepetéssel vendégünknek, hiszen egy kicsit a hangodból, a szerepeidből is összegyűjtöttünk egy olyan kis meglepetésre valót. Jaj, de hálás vagyok! Én mindig bíztam benne, vándor másom, és te oltalom voltál. Nincs gyönge pillanat,
Egészségükre!